Ki a szívem? Megjöttél? Hello. Jaj, de jó, gyere, ülj le. Hello, édes. Na, mi a helyzet? Rossz kedvű vagy? Semmi. Gyerekek már nagyon várnak. Na, az ide a kabátot. Hadd mellette semmi. Mi van, mi a baj? Semmi. Kettőt. Mi? Kettőt találhatsz. Jaj, ne. Bálint! Igen, talált, Bálint, igen. Mit csinált már megint? Csoda, semmit nem csinált, megint odaállt a parkolóhelyemre. 3 hónapja dolgozik a cégnél, érted? 3 hónapja. Ki van írva mindenkinek a rendszáma? Én mióta vagyok ott? Mióta vagyok ott? 12 éve vagyok ott. Nem, 12 éve vagyok ott. 4 évet az ilyen előzetesben voltam, nem börtönben, de ott voltam. 4 évet. Összesen 12 éve. Ott voltam gyakornok is. Ki van írva, hogy PNX 642? Erre beáll más, de most már tudom, hogy nem véletlen volt, nem, vele. Hogy lássam, hogy 2500 köbcentis, 3 hónapos autója van, ezért állt oda be. Milyen hogy volt? Én lássam, hogy neki új autója van, azért van ott, igen. És milyen autója ne, van? Ne, hagyjuk, nem. Jó, szívem, nyugodj meg. Milyen autója van? VTEC motoros Honda 2500 köbcentis, igen, most akkor tudhatod ezt mondjuk is. Mondjuk az menő azért, de gyere, ülj le. Menő? Szerinted menő? Nem úgy menő, nem úgy, semmi. Figyelj, ülj le, nyugodj ösztön, meg. Az ösztöndíjas, képen, izmos Bálintka, tudom, 26 éves tudom Bálintka. Bálint élettörténetét, mert ezt hallgatom minden második este. Ülj le szépen. Leültem, meg. Leültem, meg nem nyugodtam, vacsorázunk. Meg nem nyugodtam, meg nem igaz, nem fogok hozhatom tudni erőle. Nem, le kell adnom vagy 3-4 kilót, nem. Mert nem, mert Bálint, vagy... igen, hát hogyha talán akkor jobban odafigyelnek rám, igen. Igen. Teljesen kényszeres lettél. Nem lett, miért? De Bálint előtt meg ott volt ez a nem másik két hülyének, éve. Milyen, nem volt másik, nem édes, Bálint nem van. Tök jól mentem, így mentem fölfele, egyenesen előre mentem a ranglétrán. Egyenesen előre. Biztos nem kérsz? Óránként, ne haragudj, hogy ezzel untatlak, tudom, hogy nem kéne hazahoznom a munkát, nem de óránként tart kávé, az összes adminisztrátor engedel, ott áll, és tudod mit kell? Szóvicekkel szórakoztatja őket. Azt kérdezte, hogy hogy hívják a kövér elefántot, azt mondja, telefánt, az összes röhögött rajta. Érted? Ilyen viccei vannak. Szóvicekkel. Egy osztályvezető helyettes. Igen. Édesem, mi lenne, ha esténként így meditálnánk itthon, vagy valamit bevezetnénk? Hogy így a gyerekek kellett, hogy így érkezz meg, megérkeztem, és tudja, a gyerekek itt várnak, tedd le a munkát, kit érdekel Bálint, de most komolyan. Na jó, többet mindegy, hallok Bálintról, mint hagyjuk, rólad. Akkor mesélj, te. Mi volt itthon? Minden rendben van, jó, és van, nagyon vártunk, és nagyon szuper, szeretünk. Jó. És nyugodj meg, tévézzünk egy kicsit? Nem. Ez megnyugtat? Nem, csak eszembe jutott, hogy nem sokára Bálint nap lesz is. Egy... És tényleg Valentin napon is ezzel fogsz nem Valentin nap, hagyjuk már ezt a Valentin napot. Kapcsold be akkor. Valentine's. Valentine's. Felhangosítsam? Nem, kapcsolt ki. Jó. Figyelj. Lazulj el, édesem kicsit. Figyelj, megmasszírozlak, jó? Ott fáj! Fáj. Nem. Szívecském, koncentrálj akkor rám, inkább, jó? Majd holnap. Jó, most ne hagyjuk ezt. Jó. Nem megyünk be egyet, és figyelj, van egy módszerem, amivel elazulhattál. Na, szerinted mi? Gyerekekkel mi lesz? Most tényleg szerinted? Nem? Nincs kedved? De hát most per pillanat nincs kedvem, igen. Egyébként mennyibe került az autó szerinted? Biztos, hogy 4 millió alatt azt nem kapod meg, az biztos. Édesem. Nem. Egy fél évet veszek. Te úgy érzed, hogy én nem szeretlek téged? Vagy úgy érzed, hogy nem értékelünk? Vagy ne, micsoda? A munkahelyeden. Amúgy a te projektedet nem értékelték? Nem. Meghallgatták a projektet, oda se figyeltek, mondták, hogy jó, majd visszatérünk rá. Ja, a leglényegesebbet nem is mondom. Tudod, mint tartott a prezentációt? Írásvetítővel, öcsém. Írásvetítővel. Egyet hadd kérdezek. Behozott. Biztos vagy benne? 2022-ben írásvetítővel. Mindenki így nézte. Mekkora ötlet, írásvetítő, retro, tök jó. Biztos vagy benne, hogy nem veled van a baj? Már nem úgy. Velem semmi baj nincs. Nem milyen úgy, baj? Csak hogy ez a Bálint. Szerinted van tehát tényleg a Bálint egy ekkora barom? Vagy pedig nem, benned csak, figyelj, van egy olyan kisebb rendőrség. Nem csak én panaszkodtam rá, hidd el. Többen vannak ott azért. Hallom, figyelj. Hogy mennek a háttérbe a dolgok, igen. Hogy én az csak apósa intézte el, hogy bekerüljön nem... ide, meg nem mindegy, hagyjuk velem, ezt az egészet. Velem, nézd a szemembe, kérlek. Itt vagyok, igen. Mit nézek? Azt tényleg, most csukd be a szemed. Igen? És akkor hogy nézek három a szemedbe? Becsukom, de jó, akkor nem tudok. Jó, nézd a szemedbe, csukd be a szemed, és vegyél 3 mély levegőt. De most te becsuktad a szemed? Én is becsuktam veled egy. De nyugodj meg, nyugodj meg, lazulj el itt szépen. Vegyél 3 mély levegőt. Ja, azt úgy értem, hogy 3-4 levegőt. Milyen szívbe,
fújt ki, megérkeztél, itthon vagy, biztonságban itthon vagy, nincsen semmi baj, szerettünk, csodálatos jó. apa vagy. Megnyugodtál, édesem? Meg. Megnyugodtál. Jól van. Bocs, akkor én bemegyek nem. a gyerekekhez. Nem. Jól van, jól van. Tényleg én veled szeretném tölteni az estét, nem Bálinttal. Hát nem nagyon van más választásod, mert hogy itt lakunk. Igen, úgy, de nem érdekel veszem. Bálint, engem te érdekelsz, jó? Én bemegyek a gyerekekhez, jó? Nem, tényleg, jó? Aztán visszajövök. Ne haragudj, mondd meg Sanyikának is, hogy mindjárt megyek, és szeretjük a legót. Jól van. Puszi, drágám. Jaj. Te vagy, Tibi? Figyelj, tudom, hogy tök késő van meg minden, csak valami nem hagy nyugodni. Egyszerűen... Te mit gondolsz erről a Bálintról? Ugye szerinted is? Jó estét kívánok, mindenkit szeretettel köszöntök, Szám Kati vagyok, a Képmás főszerkesztője, és az előbb pedig Jankovics Annát és Marton Robertet hallották, a Néziművészeti Kft. Két vendégművészét. Mai szakértőnk pedig Kozma Vízkeleti Dániel, kiképző családterapeuta és klinikai szakpszichológus. És kihagytam, tudom, pár dolgot. Ez most nem a nyelvtörők ideje, meg igen. szóvic is volt ma már. Szóval... Ezt neked küldtem el. Igen, köszönöm. Terepautó és pszichomókus. Köszönöm. Köszönjük. A féltékenységről fogunk beszélgetni. Pont az előbbi jelenet kapcsán kerestem egy pár idézetet a féltékenységről, és az egyik az nagyon jól passzol ide. A féltékenyeknek az idő hihetetlenül gyorsan múlik. A féltékenység jobban kitölti a tudatot, mint a legizgalmasabb szellemi munka. Nincs egyetlen szabad pillanatuk sem, aki féltékeny, nem tudja, mi az unalom. Ez Milan Kundera-tól egy idézet, és azt hiszem, hogy az előbbi jelenetben ez egy nagyon fontos rész volt, hogy teljesen kitölti a tudatot a féltékenység. Miért? Hú, hadd kezdjem azzal, annyira örülök, hogy nem rögtön egy ilyen szexuális féltékenységgel kezdődött, hanem pasiként nagyon örülök, hogy egy ilyen nagyon közel álló, szóval, hogy ennek a Bálintnak nagyobb van. Ez egy ilyen ősi majd toposz. A te Bálintodról is beszélünk. És hogy annyira szép metaforák hangzottak el, hogy a rendszám PNX, szóval, hogy a... Eszembe se jutott. Tehát így minden benne volt. Igen, ezt, bocsánat, gondolatmegtapadásnak is hívjuk, hogy nem bírunk elszakadni attól a gondolattól, hogy így megmérettetünk, és könnyűnek találtatunk. Tehát, hogy valaki sikeresebb, valaki nyilván érdemtelenül előrébb jut, vagy jobb javakat birtokol, és hogy mivel ezt ilyen igazságtalannak érezzük, ezzel állandóan örlődni tudunk. Állítólag az időnk, ebben az euróatlanti kultúrkörben az időnk nagy részét azzal töltjük, hogy rágódunk a múlton, és aggodalmaskodunk a jövőn. És ez a rágódás, ez nagyon-nagyon jó része lehet, hogy így összemérjük magunkat másokkal, és persze mindig megtaláljuk, hogy neki ebből van jobb, neki abból gyorsabb, ebből nagyobb, vagy így gyorsabban halad előre, ugye ő már másodhelyettes segédasszisztens, és akkor én mikor jutok el erre a vágyott pozícióra, és akkor így... Hát, mivel mindig ki tudjuk magunkat hozni vesztesnek, ez egy jó lehetőség, hogy bosszantsuk saját magunkat. És az, hogy gyorsan telik az idő, meg nem csatolunk le erről, hanem mindig ezzel foglalatoskodunk, azt hiszem, hogy ez egyébként megvéd attól, hogy igazán komoly kérdésekkel foglalkozzunk. Tehát amíg bálintozok, és akkor most szegény Bálintot had egy metaforának fogjuk föl, tényleg itt a Valentine nap elő estén. Szóval, hogy addig nem kell esetleg életem komolyabb kérdéseivel is foglalkoznom, hanem akkor ez egy ilyen jó tevékenység, lefoglalom magam, és nem jut arra, hogy mit tudom én a gyerekeimmel esetleg miért nem töltök időt, vagy így ez a szegény asszony, aki annyira próbál gondoskodni rólam, vajon én gondoskodok-e róla, meg törődök-e vele, ezzel nem kell foglalkozni, mert lehet
a 2.5-ös turbó dízellel. Egyébként magának a féltékenységnek van valami evolúciós szerepe? Tehát valamikor az ős közösségi társadalmakban volt ennek valami funkciója? A versengés, főleg, hogyha csoportok között zajlik, az visz előre. Tehát adott esetben nagyobb mamutot elejteni, mint a szomszédtörzs, vagy gyorsabban odaérni a mamutért, vagy több bogyót begyűjteni. Tehát, hogy ennek a versengésnek evolúciós környezetben, amilyenben már nem élünk egyébként, tehát, hogy egy teljesen más életkörülményt teremtettünk magunknak, de abban az élethelyzetben, ezt nisnek hívják az ökológiában, amiben a emberi válásunk legutóbbi 200 ezer évét töltöttük, ott a versengésnek és az ezzel az erre vonatkozó adekvát gondolatoknak egyébként van előnye, amíg üzemanyag. Azt hiszem, hogy ma is, hogyha így összemérem magam, és akkor na hát a munkatársaim több időt foglalatoskodnak valamivel, így mondjuk kreatívabb ötleték vannak, vagy sikeresebbek, és ez arra vesz rá engem, hogy én is tegyek erőfeszítést, akkor ez egy jó üzemanyag. Tehát, hogy akkor azt kifejezetten visz előre. Vagy hogy na hát a kollégám már megint futni ment, vagy kondizni, és akkor ez arra vesz rá engem, hogy hú, hát akkor én is edzek, elmegyek edzőterembe, vagy legalább YouTube-on megnézek néhány videót mások, hogyan edzenek, mert az az előszoba. Akkor ez egy előrevívő, ez egy üzemanyag. Amíg csak puffogok, az olyan, mint az aggodalom, meg a hintaló, nem jutok vele sehová. Egyébként itt az előbbi jelenet mögött, ugye itt a feleség próbálta megfejteni, hogy esetleg valamiféle megfelelési kényszer, vagy önértékelési probléma. Van-e mögött egy kifejezett státuszszorongás is általában a férfiaknál különösen? Nagyon-nagyon sok szép jelkép volt ebben a történetben, nagyon-nagyon tetszett. A klasszikus nemi szereposztásban valóban az asszonyok szívesen játszanak gondolatolvasót, meg megmentőt, és tényleg... És a műsorvezetők is. És hogy így zseniális, a teljes repertoár, tehát hogy a kikapcsolódástól a relaxáción át a felizgatásig minden előkerült. De hogy tényleg azt hiszem egy olyan életmódot teremtettünk, és ha már így az evolúcióra kérdeztél, ez egyébként a valós versengés csökkenti, hogy ilyen jelképekért versengünk. Tehát már nem ütjük le egymást mondjuk az ennivalóért, hanem pénz vagy státuszszimbólumokért versengünk, ami egy idézőjelben értsd kérlek, egy kulturáltabb módja a versengésnek. Tehát mégis szebb dolog, hogy így én azzal győzlek le, hogy 2.5-ös, na hát nekem egy 3 literes áll odakint. Szóval. És hát nem magunkóval ütöm le, hanem felhívom a kollégát. Igen, igen. Szóval, hogy így ezzel győzök, nem azzal, hogy oda megyek, ami egy ilyen klasszik férfi dolog, kupán váglak, kiterülsz, és akkor én vagyok az erősebb. Tehát, hogy ilyen jelképesen én vagyok az erősebb, és ezt lehet lóerőben, vagy köpcentiben mérni. Egy olyan életmódot alakítottunk ki egyébként, ahol a köpcenti az más versengésre is alkalmas, tehát, hogy nem csak az autókat mérik abban, és van egy ilyen szabály, hogy mekkora köpcentű autójóhoz, mekkora köpcentű implantátum dukál, tehát hogy így mind a két nem megtalálja a maga versengési lehetőségét ebben. Arra kérdeztél, hogy valós-e egy ilyen, egy szorongás, gyakran találkozunk ezzel. Talán nem ilyen mértékben, mint a jelenetben, de az, hogy a mi kultúránkban a férfiaknak azért az nagyon-nagyon fontos, hogy kifelé is megmutatható értékeik legyenek, ne csak az, hogy milyen szépen gyarapszik a gyermekem, vagy megint elsajátított valamit, vagy mennyire kedves gesztust tettem a feleségemnek, mert manapság ugye minden a közösségi oldalakon zajlik, amiről nincs fotó, az meg se történt. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy kifelé megmutatható dolgok legyenek. Na most egy autó az jól megmutatható kifelé, meg rá van írva, meg mindenki rögtön látja, hogy, és akkor lehet bosszantani a versenytársakat, hogy úgy kérjük az autót, hogy ne legyen rajta például a űrtartalom megjelölés, és akkor eszi őket a fene, hogy ez most a 2.5-ös vagy a 2.7-es. Ott dögöljön meg a rohadék, ahol van. Vagy. Szóval, ilyen praktikákat ismersz, a tiéden rajta van? Ne,
egyébként szülőként tehetünk valamit azért, hogy hát, hogy drasztikusan fogalmazok, ne neveljünk ilyen fiakat? Aha. Azt hiszem, hogy valami ellennevelni nehezebb, mint mutatni hiteles mintát, hogy az együttműködésben is van érték, vagy hogy a gyerekeket nagyon el tudja kapni, főleg pubertás korban ez, hogy fú, a partársamnak, mit neki már van, X készüléke, vagy olyan márkájú cipője, ami nekem még nincs, tehát hogy ez nagyon központi témává tud válni. És hogyha ilyenkor hiteles mintát, példát tudunk nekik adni, hogy viszont neked milyen értéked van, ami nem ebben mérhető, vagy nem anyagiakban, akkor a gyermek föl lesz vértezve az ellen, hogy mindenáron beszálljon ebbe a versenybe. De elég nagy a nyomás, tehát hogy így a mi kultúránkban most ezt olyat hoztunk létre, egy olyan életmódot, ahol tényleg elég nagy a nyomás, hogy így ilyen javak birtoklásával mérjük össze magunkat. Ebben a jelenetben most a férfiakról volt szó, de azért tudjuk jól, hogy nem kivételek a nők sem. Igazából azért is választottam egy ilyen jelenetet, ahol a férfi a féltékeny, mert pont Kanttól olvastam egy ilyesmit, hogy csak a szerelmes férfi féltékeny, de a nő nem kell, hogy szerelmes legyen, akkor is féltékeny. Tehát végül is mégis a társadalmunkban van egy ilyen kép, hogy a nők azért hajlamosabbak a rivalizálásra, a féltékenységre. Nyilván az egy egész más típusú féltékenység. Az miben nyilvánul meg? Aha. Hát nem tudom, hiteles információ forrás vagyok-e, hogy nőként miben versengünk, bár mondják, hogy a terepautó szerep az egy androgűn szerep, mert hogy ugyanúgy szükséges értenünk női szempontokat. Szóval mondják, vannak róla városi legendák, hogy egy nő, ha bemegy egy színházba, és ott szembe jön az a ruha, ami rajta is van, az a világ vége. Tehát, hogy kész. Tehát, hogy adott esetben ilyen megjelenésben, vagy kiegészítőkben. Vagy, hát persze a kedves közönségben nincs ilyen, de szóval, hogy ahogy a férfiakban van olyan, hogy milyen hölgyel jelennek meg az oldalukon, hogy bizonyos státusz felett azért így elvárás, hogy egy reprezentatív hölgy legyen, mesélik, hogy a csajos csütörtökön kapucsinó fogyasztás közben azért így a hölgyek szívesen összemérik a birtokolt férfiak tulajdonságait, akár az autók mentén, hogy így engem mivel visz, miből szállok ki, stb., akár esetleg más paraméterekben, tudás, műveltség, az enyém hány verset tud kívülről, hát ilyenekben. De ha mi itt tartunk, akkor valószínű, hogy a gyerekekkel is szoktak büszkélkedni, nem? Természetes. Az egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen kedélyesebb dolog, de az biztos például, hogy így mostanában ugye bizonyítványosztás ideje szokott lenni, és ilyenkor, ha egy iskolában 140 gyerek kap bizonyítványt, akkor másnap 150 szülő mondja azt a sajátjáról, hogy az enyémé kitűnő, meg még dicséretet is kapott, meg ajándékkönyvet, nem tudjuk mire lesz jó, mert már rég nem, de hogy szól az enyém kitűnő. Tehát, hogy vannak ilyen mitoszok, hogy a gyermek arra való, hogy a saját szülői eredményességünknek az élő bizonyítéka legyen. Ha ez valóban megtörténik, tehát, hogy a gyereket addig nyugasztjuk, amíg tényleg kitűnő lesz, szegény és néhai Vekerdi szavaival, akkor el van rontva az élete. Ez azt jelenti, hogy nekünk pszichológusoknak lesz munkánk, tehát hogy ebből a szempontból szerencsés. Tehát, hogyha ezt a gyermek tényleg hozza, akkor könnyű dolgunk van, ha nem, hát akkor egy kicsit konstruálni kell a valóságon. Tehát erről van egy saját élményem, hogy én csak az egyetemen voltam kitűnő, hogy dicsekszik a palimi, de hogy addig nem. De van sok emlékem, hogy édesapámmal mentünk kirándulni, és akkor így vonaton, vagy valahol beszélgetésben, jaj, de helyes kiskölyök, bocsánat, ez én voltam. Szóval, hogy így akkor még így volt, és akkor kérdezték, hogy milyen tanuló, és édesapám így mondta, hogy kitűnő, én meg kussoltam, lapítottam, hogy de apu volt 2-4-esen, tehát hogy azt miért nem mondjuk? És akkor így láttam édesapámnak egy ilyen nagy diplomata volt, hogy így ezt így nem feszegetjük. Tehát, hogy a családi mítoszoknak nem a valóság magva a lényeg, hanem az üzenete, és az, hogy tényleg így hajlandó, vagy hajlamosak vagyunk a saját
Tehát, hogy a saját szülői eredményességünket egy az egyben a gyermek iskolai osztályzatának a számtani közepével azonosítani. Tehát, ha a gyerek jól tanul, akkor én jó szülő vagyok. Ha nem jól tanul, akkor én egy katasztrófa vagyok. Ez több logikai bakin megy keresztül egyébként ez az általánosítás, de hogy mégis van egy ilyen jelenség. Akkor te is elérkeztél végül is az önértékelés kulcsszóhoz. Igen, köszönöm, hogy segítesz. Szóval, hogyha fölpillantok, az is egy segítség. Köszönöm, hogy van puska. Mit félt, aki féltékeny? Hát sok minden, de azt hiszem, hogy elsősorban magát. De hát mi más mondaná egy pszichomókus, hogy persze minden magunkról szól, de hogy azt hiszem, hogy tényleg az én képünket, az önértékelésünket, szeretünk abba hinni, hogy mi jók vagyunk. És hogyha ez visszaigazolódik, például azáltal, hogy bizonyos helyzetekben jobbak vagyunk, mint mások, tehát egy picit jobbak. Nem nagyon, de hogy szóval azért mi pszichológusok is hajlamosak vagyunk arra, hogy így versengenek az irányzatok. A többi is cuki, de mi ugye meggyógyítjuk a klienseinket. Szóval lehet analitikusnak is lenni, meg kognitívnak is, de ugye minek. Tehát, hogy van egy ilyen finom versengés, és hogy mindez azt hiszem, hogy arra hívjuk segítségül, hogy tudjunk kapaszkodni saját magunk értékelésében. Ha a stabil lábakon áll, tehát hogy elhiszem magamról, hogy bizonyos dolgokban elég jó vagyok, azt is el tudom fogadni, közelengedem magamhoz, hogy mi bennem, és ez így rendben van, hogy így, nem tudom, én például ezzel az alkattal tudok sokat gyalogolni. Hál' Istennek a családunk egy kirándulós család, tehát ez pont alkalmas. Viszont ugyanezzel az alkattal mondjuk balettmozdulatokra biztos nem vállalkoznék, mert nagyon hülyén néznek ki, de ez így rendben van. Tehát, hogyha úgy helyén van az önértékelésünk, akkor kevésbé van szükségünk arra, hogy ilyen külső kapaszkodókat hívjunk segítségül. Persze azért akkor is jól jön, de hogy kisebb a felhajtó erő. Ha valami megbillen például, és itt a jelenetben azért nagyon szépen kijött, hogy egy vélt vagy valós munkahelyi sikertelenség, vagy háttérbe szorulás, mert azt érzem, hogy a főnököm nem ismer el, vagy nem úgy, vagy nem kapok tőle visszajelzést, vagy nem értékel eléggé, vagy nem lépek úgy előre, vagy nem kaptam fizetésemelést már 17 perce, és akkor ez egy ilyen keserűséggel tölt el, akkor azt hiszem, hogy jobban rá leszek utalva, jobban meglátom, és jobban keresem azt, hogy és még az autója is. Tehát, hogy akkor fontosabb lesz, hogy jó, nem lépek úgy előre, de az enyém a legnagyobb, vagy a leggyorsabb, vagy a nem tudom én, legbögyösebb. Köszönjük, és akkor most megint egy jelenetet nézzünk meg. Egy picit tovább megyünk, még mindig nem a szerelmi féltékenység felé. Hello, na végre megjöttél. Szia, ezer éve. De rég láttam, hello. Csücs. De örülök, hogy összejött végre. Ja, kicsit vártam rád, de minden oké? Aha, igen. Vagy hát majd mindjárt bővebben is. Ja, mindjárt bővebben is elmesélem. Hogy pont ezt találtad ki? Te örülök nekem. Te írtad, hogy ide jöjjünk. Tudod. De te javasoltad. De mert ez van hozzá közel. Volt, igen, de tök jó. Na mi van veled, mesélj? No, hát tudod, most találkoztam, múlt héten volt egy randim. Ja, nem tudod. Na, de volt, nem tudom, de most elmesélheted. Hát igen, mert mikor mondjuk találkoztunk utoljára, várjál? Nem tudom, de két hónapja? Nem az a lényeg, mondjad, mesélj. Hát jó, csak az ott annyi minden volt, mert tudod, fölmentem erre a randi vonalra végül. Na, hát. Mert így mondták a többiek a gimis csoportból. Ja, a Vera Tinder is mondta, próbált? Nem, azért addig nem süllyedek. Igen, de térjük vissza, igen. És hát igen, elég gáz emberek vannak mostanában, így fasi szinten. Tudod, hát volt, amelyik így ghostingolt, nem tudom, hogy ismered ezt a kifejezést. Ghosting? Igen, amikor valaki így eltűnik az életedből, tudod, így úgy csinál, mintha így ott lenne. Akkor találkoztatok először, nem? Akkor hogy tűnt el? Vagy úgy, ja, értem. Nem, voltam. Ez már egy hosszabb, csak tudod, értem. Nagyon régen beszéltünk, és akkor azért nem annyira. Egyszer én is csináltam, akkor mit csináltam? Ghostingoltam. Ghostingolt. De én még aznap eltűntem, mentem szembe az utcán, láttam, hogy ő az, fordultam is vissza. Ja, igen. De igen, de térjük vissza rá. Szoktál így eltünetezni mostanában, szóval, hogy
hogy volt ez, amelyik így nekem nagyon tetszett, meg így tök jó volt az első 3-4 randi, és akkor utána én úgy gondoltam, hogy... Fogta magát, vagy te, ja, bocsánat. Hát nem, nem jelentkezett többet, és akkor én ráírtam, semmi. Akkor én 3 napig azon gondolkoztam, hogy most mi van, és akkor mondta a Vera, hogy szerintem próbálja meg fölhívni, és én azt gondoltam, hogy ez méltóságomon aluli, de végül... De fölhívtam. Mindegy, jó, oké. Te dolgod. Hát mert végül úgy voltam, hogy én nem akarok, tehát nem fogok nyilván nyomulni, ha ő nem akar, baj, de hogy fölhívtam, voltál, de nem és... Baj. Igen, és összejött. Nem vette fel. Nem vette fel. Nagyon durva volt. És azóta? Hát azóta is van egymás, na is. Te nekem mi nagyon van? Jó, nagyon jó. Ez az orsi, úgy megtaláltuk egymást, nem hiszem, mint hogyha, nem is tudom, tudod, van ez az egyik fele, meg a másik fele. Annak idén diákkoromban volt ilyen aranyaklánc, hogy az egyik a nap, a másik a hold, beraktuk, ja, eltörtük, odaadtuk, de te teljesen összeillünk. Nem telepszik rám. Nem. Ott van, amikor kell, minden. Nem, amúgy. Nem, de most te... Én nem éreztem semmiség. Egy kis élt ebben a kedves nevetésedben. Nem. Mióta is vagytok együtt? Hogy mióta vagyunk együtt? 4 hónapja. És azóta hányszor találkoztunk? Nem tudom, nem, egy barátságban szerintem nem kétszer. Az a fontos, hogy hány. Igen, kétszer. És abból hányszor volt ott az Orsi? Kétszer. Másfélszer. Mert, igen. Ja, igen, mert akkor el kellett neki menni, igen. De neked nem szimpatikus Orsi? Mert akkor nekem azt mondtad utána, amikor fölhívtál, hogy tök jó fej, meg csinos, meg illik hozzám. Most bajod van vele? Most de most komolyan, Anna, mondd el nyugodtan, jó, hogyha van valami bajod vele, vagy... Kicsit kellemetlen erről beszélni. Tök friss, de... hát most ne haragudj, de egy 4 hónapos kapcsolat, nem, azt érzem, hogy... Igen, én még az elején úgy voltam vele, hogy persze mézeshetek, meg boldog vagy, meg tök jó vagy ebbe a buborékba, meg minden, és ahogy telt azért az idő, az én úgy éreztem, hogy egy kicsit nekem így azért szükségem lett volna a barátságunkra, a meglehetősen régi barátságunkra. Nem is, a barátságunk meg. Pláne azóta, hogy tudod, hogy másfél éve egyedül vagyok, hogy most éppen én eléggé rossz paszba vagyok, és hogy én ott voltam melletted akkor tudtam, is, amikor te voltál egyedül, most légy szíves, hallgass végig. Igen. És hogy ezért nekem fontos lett volna, hogy tudom, hogy te boldog vagy, és egyébként örülök is a boldogságodnak, bár nekem ez az Orsi egy kicsit, nem de? Tudom. De? Mi van az Orsival? Mi bajod van az Orsival? Jó, most ez egy másik téma, mert most van a mi barátságunk, meg amit én gondolok az Orsival. Bocsánat, 10 percre kértem egy kávét. Én azt 40 érzem, ezeret hagyok itt hetente, ne haragudjatok, légy szíves, haladjatok, jó? Igen? Azt érzem, bocs, hogy egy kicsit megváltoztál, amióta az Orsival vagy. Nem változtam, de ugyanilyen voltam mindig. Felszínesebb laza vagy, voltam, figyelmetlenebb vagy, és még van benned egy ilyen, nem tudom, ilyen lenézés. De milyen lenézés? Most erre gondolsz, hogy szóltam? Nem, hát hogy olyan trendi, az Orsi mellett olyan ízillettél, olyan műmájár, trendi, barom, akiket Orsi régen lenéztünk, amikor az egyetemen röhögtünk a kocsmában az ilyeneken, mint amilyen te vagy. De most nem ne tudom, haram, hogy én idejöttem, meg... tök örömmel idejöttem, hogy találkozunk. Idejöttünk erre a puccos helyre, régen nem ilyen helyekre jártunk. Én úgy érzem, hogy te így minket, a volt gimistársaságot, ne haram, hogy most megtehetem, hogy idejárok, most mit, ez van közel a munkahelyemhez, Orsival is itt lakunk, most tényleg komolyan, ez a bajot, hogy idejárok. Nem tudom, felszínes az a lány, és de te akkor, is felszínesebb lettél. Akkor mondd, nem, de, úgyis, vagyunk olyanba, de meghív, voltunk meghív, olyanba, mi, de voltunk mit olyanba. Voltunk olyanba. Csak nekem rohadt nagy csalódás az, hogy én azt gondolom, hogy te mindig számíthat rám. A hajnali most... 2-kor te bekopogsz az ajtómon, én kinyitom. De én is, most de nem kopog... kopognék de, te be. De miért? Ha bekopog, én is kinyitom, de nem kopogtál be az nem te nyitnád ki, az Orsi nyit neki azzal a fancsali képével, és érezném ezt az ilyen, nem tudom, ilyen... De és akkor mit, de, mi, de, mi, de most akkor mit, de az, hogy most te nem, nem bírod, ez valami zsigeri dolog, de én ne haragudj, Anna, de azt érzem, hogy van e mögött valami több is. Tehát, hogy én ezt már tényleg középiskolában is mondtam jó, neked, akkor... hogy én nem hiszek a férfinői barátságból alapvetően, de azért így elfogadtam meg. Mi tényleg, van? Amikor így brancsba voltunk, együtt voltunk el, mi van? Szerinted rád vagyok? Bulisztunk. Nem, de most ne haragudj, Anna, de tényleg azért, mint férfi, én is gondoltam bocsánat, rólad valamit, ne haragudj. Igen. Nekem egy barátság az olyan, mint egy családi kapcsolat. Nekem egy barátság többet jelent, és nem addig tart, ameddig nekem jól esik, vagy amíg szükségem van. De most szerinted én húztam egy és én ott voltam Anna, neked, amikor szükséged volt rám, és most nekem lenne rád szükségem, és nem csak arra, hogy 2 havonta egyszer bejünk egy snob puccos helyre, Anna, mi is ott ahol vagyunk neked, végig de most se hallgatod, mert vagyunk. Még 6 randim volt, de csak egyet meséltem el, de mindegy. De hanem rögtön elkezdesz áradozni, ez meg egy tapintatlanság amúgy, hogy látod, hogy nekem... én hogy szenvedek, ne és elkezdesz a nagy boldogságodról. De honnan kéne nekem tudnom, hogy te boldogtalan vagy megint egyébként? Úgy, hogy figyelsz rám, és még azt akartam mondani, hogy nekem az is fontos lenne például, hogy legyenek közös élményeink. Mert az tök más, hogy mi van vele gyorsabb beugró fél órára a munkahelyemhez közeli kávét. Elvennék egy üvegvizet, jó? Ne haragudjatok, légy szíves, haladjatok!
Te kérsz valamit? Hogy mondjuk eljöhetnél a kérsz közös valamit? Balatoni biciklizésre, vagy valamit? Nekünk vannak program, és nem csak én gondolom így, a többiek is így gondolják, csak nem merik neked megmondani. Milyen? Te kibeszéltek a hátam mögött? Sose vagy ott. Jó, figyelj. Bocs, nem akartam úgy, ezt, én csak próbálok asszertíven kommunikálni, és a saját érzéseimről. Jársz valami... Járok, csak nem tudod. Tanfolyamra is? Nem, pszichológushoz járok, de mindegy, és rólad is már volt szó egyébként. Komolyan? És igen. Mit mondott? Hát egyetértett velem, az a dolga, nem? Nem, egy pszichológusnak egyáltalán nem az a dolga, hogy jó, figyelj, akkor velem. Én most... Szerintem. Én szeretném... Bocs. De figyelj már, ülj már le egy pillanatra, ma nem fogok fizetni, az biztos, ezt megiszom az összeset. Igen, én figyelem. Kérek. Tessék, ez a tiéd, neked öntöttem. Most tudod, is hogy buborékosat iszom, nem emlékszel? A szomszéd asztaltól hoztam el. Kicsit parasztság, de mindegy. Szóval bocsánat az... még egyszer. Tényleg, egészségedre. Figyelj, várj. Fontos vagyok még neked? Fontos a barátság? Hadd igyek már bele, ki van száradva a szám. Fontos vagy nekem, nagyon igen, nagyon szeretlek. Igen, mint barátod. Boldogok vagyunk. Orsi volt, megtalálod a Tinderen. Jó. Vagy én a örülök, Tinderen, hogy boldog vagy ezzel a... Mindegy. De annyit akkor tegyél meg, hogy... Hogy akkor egyezzünk meg abban, hogy mondjuk havi kétszer fixen találkozunk. Nem, mi szerződést írunk róla, hát írjunk. Írd benne föl, vagy? Benne, minden. Benne vagy, mert most ugye, ez Anna, a beszélgetés már el van cseszte. Én azt gondolom, akkor... szerintem ne hagyd abba a találkozást a pszichológusra, de akkor ezt most írjuk föl, jó? Hogy mikor találkozunk jövő héten, jó. Ne haragudj. Tehát, mikor érsz rá jövő héten? Kedd este? Kedden moziba vagyok Orsival, az nem. Ne, föl ne húzd magad rajta. Szerda? Szerda, várjál, megnézem a telefont, szerintem az jó lehet. Mondjuk... Tovább képzés. Nekem... Neked hogy jó? Nekem van egy lyukam 5-től 6-ig. Egy lyukad? Hát úgy értem, hogy a szabad időm, igen. 5-kor, tehát 5-kor már ott tudok lenni. Jó, valahol, nekem lenne 5-kor egy randim, de ez a barátság, igen. Nézd. Lemondom, mert nekem te fontosabb velem. Vagy. Anna. Mert tudod, én de... akkor is ott leszek neked, amikor ez az Orsi nem, már rég a faksorba se lesz. Én nagyon szeretem, de tényleg megerősítelek benne, hogy ne hagyd abba. Milyen sűrűn jársz hetente, két hetente? Nem érdekel. Hogy... Tehát szerintem én ötkor lemondom. Egy heti tiktas be szerintem. Én lemondom ezt a Gézát, és akkor ötkor. Géza milyen kedves nevű. És ötkor a régi romkocsmába. Ő nem ilyen, hogy mondtad az előbb, ez a... Lelkizés, 5-kor a régi romkocsmába, oké? Oké. Okay. Hol lesz? Akkor most lesz? Elmegyek, lenyugszom egy beírom. Kicsit. Bocs. Írd be. Nem, már várjál én. És akkor próbáljuk meg, de úgy, hogy légy szíves, figyelj oda rám is. Jó, és na. Ugye egyedül jössz. Egyedül, persze, egyedül. Jó. Igen. Köszi. Jó. Én meg kirogatom ezt a kettőt, ha kijön valamelyik kettő közül. Hihetetlen vagy. Puszi. Szia. Hello. Szia. Na, nem már, na, fel a fejjel. Én remélem, hogy barátok nem veszítjük vagyunk, el egymást csak. Barátok vagyunk, már, hello. Isten. A barátság, mi a barátság? Láttam, hogy fölnevettél, amikor meghatározta az előbb Anna, hogy ő szerinte mi a barátság. Egyet értek. Elhangzott, hogy azt kell. Nekem nagyon tetszett a történet, mert legalább három vonulatot találtam benne, és az egyik tényleg ez a barátság, és ez vice versa nagyon-nagyon izgalmas, amikor a baráti körben valakinek párja lesz, vagy amikor a párom azt mondja, hogy megy a barátaival, és mind a kettő hihetetlenül izgi. Azt mondja, majd a következőkben erről is beszélünk, hogy ez hagyhatjuk egyelőre. Ne szaladjunk előre, igen. De hogy mi a barátság? Hát szerintem szövetség, érzelmi szövetség, ahol így definíciót nem tudok mondani, de azt gondolom például, hogy a barátság az, hogy akkor is kedvellek, hogyha látom, hogy hülye vagy. Vagy ha látom, hogy jobb neked? Vagy ha látom, hogy jó neked. Vagy minősített helyzet, hogy jobb, mint nekem. Igen, itt ez nagyon próbára lett téve több szempontból. Nagyon nehéz olykor megbocsájtani a másiknak, hogy miközben én éppen nyamvattul vagyok, ott van a vigyor a pofáján. Tehát ezt nagyon-nagyon nehéz megbocsájtani, hogy, és még el is mondja, hogy
én itten kínlódok, meg lelépnek a pasik, bár a történet előre haladtával érezhetünk intuíciókat, hogy minek mentén gosztingolnak ezek a férfiak, de hogy így, szóval, hogy én éppen küzdök valamivel, és ő meg pont arról számol be, hogy az jól megy neki. Tehát ez... De hát hol lehet beszámolni erről, hanem a barátomnak? Aha, igen. Hát hol? Manapság közösségi oldalakra szoktuk kirakni, hogy új csajom van, vagy már megint lelépett a hatodik, és akkor így, igen. Azon mindig csodálkozom egyébként, így közösségi oldalon, amikor valaki kirakja, hogy már egyedülálló, és jönnek rá a lájkok. Tehát, hogy így... Meg a szívecskék. Mert hogy ilyen bíztató vagy szomorú, azt tudom érteni, de hogy azok lájkolják, akik sorba állnak, és akkor így végre erre vártam, hogy legyél már egyedülálló. Szóval igen, azt hiszem, hogy így a baráti szövetség, attól azért úgy várjuk azt, hogy ez a... És vannak ilyen nagy mondások, hogy igazából mikor ismerni meg a barátot. A mondások fele arra vonatkozik, hogy amikor bajban vagy, akkor derül ki, hogy ki az igazi barátod, aki akkor is melletted marad. A mondások másik fele arra vonatkozik, hogy amikor jó neked, akkor derül ki, hogy ki az, aki az igazi barátod, aki veled tud örülni. Tehát, hogy azt mondja, hogy de jó, Kati, hogy új kitüntetést kaptál, tökre örülök. Tehát, hogy így, aki így... Fogok kapni? Tudsz valami? Tehát, hogy így, aki így vele tud ebben tartani, és tényleg így akár félrerakva maga érdekeit így tud veled örülni, de ez tényleg nagyon nehéz, meg nem feltétlenül. Szóval emberileg azért inkább úgy vagyunk beállítva, hogy az irigységünk gyorsan nagyra nő. És talán a barátság, vagy más kapcsolati szövetségek, például egy családon belül is, azt hiszem, hogy így a jó szövetség az, amikor az irigységünket félre tudjuk tenni. Szerintem azért nagyon érdekes, és nem olyan egyszerű kérdés az, hogy például ebben a helyzetben, ebben a barátságban az ember mire féltékeny, vagy kire féltékeny? Aha. Hogy tényleg arra, hogy egyszerűen csak azért, mert kimaradok, nem én vagyok az első valaki számára, vagy azért, mert nekem nem megy úgy, mint a másiknak. Uh-huh. Vagy ez a kimaradás a másik életéből, hogy aha, nem vehetek részt benne úgy, mint régebben. Én itt sok vonulatot véltem felfedezni. Az egyik, amit a hölgy ki is mondott, annak kimondott, hogy figyelj rám. És itt tényleg, ahogy a férfi karakter megérkezett ebbe a beszélgetésbe, tényleg úgy tűnt, hogy a teljes figyelmével ritkán van jelen, vagy nehezebben. És a barátként nyomvattul érzem magam, és várom az érzelmi támogatást, hogy legalább hallgass meg, és azt látom, hogy a figyelmet teljesen már megint erre a hülye orsira gondolsz, szóval, hogy akkor ez nagyon nehéz érzés, rossz érzés. Tehát az egyik a figyelmed. A másik tényleg ez a hozzáférhetőség, de ez egy ősi toposz. Tehát amikor a baráti körben valakinek párja lesz, gimisek erről számolnak be, akkor azért az úgy vele jár, hogy a többiek elkezdik heccelni, hogy hello, rég voltál focizni velünk, tessék visszajönni. Ezzel részben picit próbára is teszik a párkapcsolatot kívülről, és paradox módon meg is erősítik, mert a párt abban segítik, hogy a saját identitásával kapcsolatban így összezárjon, hogy de mi pár vagyunk, és akkor te nem mész focizni, én meg nem megyek, amit tudom én hova. Tehát, hogy így... Barátként azt hiszem, hogy a figyelem, a hozzáférhetőség, ami szintén elhangzott itt, hogy ez a be lehet-e kopogni hajnali kettőkor, vagy sem, ez is egy ilyen alapelvárás, hogy az az igazi barát. Aztán az érzelmi melléállás szerintem még így a féltékenység tárgya, hogy egy kicsit sírjál már velem akkor is, ha neked jó. Tehát, hogy így legyél itt velem. Vagy így tartalmaz. Itt, mint hogyha megcsillant volna egy ilyen szimpla birtoklás. Tehát, hogy az én barátom vagy, rajtad van a pecsét, hogy enyimé, akkor így lehessen téged beosztani, hogy így mikor. Márpedig azt hiszem, hogy olyan mondások is szólnak, hogy az igazi barát az, hogy van, hogy 6 évig nem találkozunk, de amikor találkozunk, akkor ott folytatjuk a beszélgetést, mint hogyha 2 hete találkoztunk volna. Egyébként
az is eszembe jutott, hogy ezeknél a régi barátságoknál, ha már itt az önismeret, önértékelés szóba kerül, ők azért egy nagyon fontos támpontok az életünkben. Tehát talán azért is fontos, hogy megmaradjon egy ilyen kapcsolat, és úgy érezzük, hogy jó ez a kapcsolat, mert valamiféle olyan visszajelzést ad, amit más nem tud. Megint csak egyetértek, és most nem poénból. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy a barátok, ők olyan mércék, akikhez úgy merem mérni magam, hogy nincs meg ez a versengés. Mert hogy van egy jó kapcsolat, egy szoros kapcsolat, egymást megbecsüljük, egymást értékeljük, ezért velük nem kell versengeni, de így azért így picit támpont, hogy te hol tartasz, mi hol tartunk, ti mire készültök, mi mire készülünk. Tehát, hogy van egy ilyen igazodási, vonatkoztatási csoportnak hívják, bocsánat, a szociálpszichológiában nagyon csúnya névvel, de hogy így tudjuk mérni magunkat, és hogy a barátoknál nem kell attól félni, hogyha a barátomnak jobb vagy nagyobb autó, akkor ő ezt nem fogja az orrom alá dörgölni, én meg így örülhetek vele, hogy figyelj, akkor hadd próbáljam már ki, mert még sose vezettem ilyet, és akkor általad átélhetek valamit, ami nekem is fontos. Anna itt azt is mondta, hogy ez olyan, mint egy családi kapcsolat, és eszembe jutott, hogy hát végül is a testvér kapcsolatban tanuljuk egy kicsit meg, hogy milyen is lesz a barátság. Jó esetben, ha csak mondjuk nincsen egy kicsit elhibázott szülői viselkedés, ami esetleg így gerjeszti a féltékenységet. Tudunk erre példát mondani, hogy mi az, ami mondjuk nem túlságosan szerencsés a testvérek esetében? Aha. Hát a testvérektől sok mindent szoktunk várni, például, hogy egymást csak szeretni szabad. Nem szabad egymásra haragudni. És ezek nagyon jó tanácsok egészen addig, amíg mondjuk testvérként 3 éjszaka kemény munkával elkészítem a beadandó, mondjuk makettet, mert éppen mérnökhallgató vagyok, és akkor jön a kishugom, és így ráborítja a joghurtot. Hát akkor nehéz lesz ehhez hozzáférni, hogy őt csak szeretni szabad, és nem szabad ráharagudni. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az egymás iránti negatív érzelmek letiltása, vagy bármilyen érzelm kifejezésének a letiltása, az nem segíti a testvér kapcsolatot, meg azok az elvárások, amik kevésbé életszagúak. Azt hiszem egyébként, hogy a barátokat, részben tényleg a testvér kapcsolaton keresztül tanuljuk, meg a szüleink barátain. Tehát, hogy így és sokkal inkább a megfigyeléseink által, mint amit a szüleink mondanak, ilyen nagy példabeszédeket, hanem így megfigyeljük, hogy hú, apáékhoz jöttek a barátaik, mi történik ott, anya pogácsát készített, apa meg levette a szekrény tetejéről a matróz ízesített szeszes italt. Tehát, hogy így és akkor egy idő után mindenki nagyon kacagott, vagy minket gyerekeket kizártak, mert azt mondták, hogy felnőtt filmet néznek. Mi is belenéztünk, tök uncsi. Ilyet rég látunk. Tehát, hogy így ellessük, hogy mire való a barátság. Vagy például, hogy a szüleinknek van-e feljogosítottsága baráthoz járni? Tehát, hogy anyának is megvan a lehetőség elmenni csajos csütörtökön kapucsinót inni, és apának is van lehetősége pasis pénteken a 3. fél időben, diabetikus limonádé és zserbó mámorban megbeszélni a kortárs francia filozófia legfontosabb eredményeit. Ha ez le van tiltva bármely szülőnél, akkor például megtanulhatjuk, hogy a barátság az egy ilyen birtoklás. És az valószínűleg nem fog bennünket segíteni, mert a barátokat nem érzelmi zsarolással lehet megtartani, hogy így de megbeszéltük, hogy, hanem szóval, hogy a kapcsolatokat a kölcsönösség legitimálja, és a egyenrangú kapcsolatoknál, mint például a barátságot, szerintem tök fontos, hogy így egyenrangúak és egyenjogúak leszünk egy kapcsolatban. A másik ilyen hely a párkapcsolat, ahol tök fontos, hogy így azonos lehetőségekkel legyünk jelen. Szóval a barátoknál tök fontos, hogy így a kölcsönösség legitimálja. Tehát, hogy így ilyen érzelmi zsarolással, azzal olyan, mint az aggodalom meg a hintaló, tehát nem visz előre. Már nagyon konferálnám a következő jelenetet, de azért hadd kérdezzem meg, hogy mi a különbség az érzelmi zsarolás és az érzelmeink kifejezése között? Aha. A stratégia. Az érzelmemet megmutatom, hogy érts, megmutatom, hogy láss engem.
Az érzelmi zsarolás az, amikor mutatok egy érzelmet, hogy arra te azt csináld, amit én szeretném. Köszönöm, és akkor most térjünk át végre a szerelmi féltékenységre. Hát szerintem nem borotválkozom. Nem kell, szerintem jó lesz. Már mész? Jó, megyek mindjárt. Ó, de csini vagy! Nem lógott ki valami nekem sem. Jó. Na, és mikor jössz? Hát reggel jövök, nem tudom. Ott alszunk a... Nagyon kicsi. Kisházba. Ott alszotok? Igen, hát mindenki szerintem. Milyen szobák lesznek? Mikor lesz még az osztálytalálkozónak? 10-kor? Hát 10-kor kezdődik a buli. Nem tudtam, hogy ott alvos lesz. És hányan lesztek? Ott alvos volt, Anna, ne idegesíts már föl. Hányan lesztek? 24-en voltunk, 22-en visszajeleztek. Mindenki ott lesz? Aki nem lesz covidos, ott lesz. Fél, belőtted a sírodat? Hát azért ezt túlzás sírónak mondani, de be van lőve, ja, igen. Nagyon jó. Nagyon csinos, hogy van, nézzelek. Nekem nem szoktál így kiöltözni. Nem és szoktam te... kiöltözni. Hát de így nem szoktál. De két farmerom van fekete, ez az egyik, ez a szebbik. Tessék, mi van? De vagy parfümözve. De igen, igen, igen. Karácsonyra kaptam. Hát valaki. Igen, nem nagyon használtad. Hát ugye eddig nem nagyon használtad. Hát azért, Anna, mi az, hogy... De várj, be vagyok parfümözve, hát fújtam magamra. Ide egyet, meg szóval ide szóval milyen egyet, szobák ennyi. Lesznek amúgy? Hogy külön így... Két ágyas, három ágyas, pasik nem nők. Tudom, azt nem néztem. De egy pasik nők, gondolom. Ne idegesíts, nem azért, csak hogy... Ő... Ugye most nem arra akarod terelni a beszélgetést, amit én most érzek ezen. Szandra? Nem hiszem el. Szandra. Igen, Szandra is osztálytársam volt. 3 hétig jártunk harmadikban, igen. Az elődöm, ugye? Oh, az elődöd? Mekkora dinasztia az lehettek? Az exed. Nem hiszem el. Nem, de én nem szoktam azért találkozni az exeimmel. Az exeid 20 éve, vagy mennyi volt? 22. Nem hiszem, elraktam oda. Amúgy nagyon csinos, láttam matricát a... vettem. Facebook profilodon láttam, hogy így nagyon csinos. Hogy hol láttam? A Facebook profilodon. Az én Facebook, kicsit tudom mondani, Facebook profilomon? Igen, miért? Hogy mit keresett az én Facebook profilomon? Hát ugyanez a jelszavunk, a Benike születési dátumon. Igen. És én sose voltam a te Facebook profilodon, hát Anna. Hát bármikor fölmehetsz, nekem nincsenek titkaim. Miért neked vannak? Neked, miért, de miért láttál valami titkosat a Facebook profilomon? Eszembe nem jutott. Itt van a telefonom, nézd meg az Insta profilomat is, hát tessék. Hát azt láttam, hogy lájkoltad az egyik ilyen képét. Mit? Mit lájkoltam? Nyárunk. Nem lájkoltam semmit. Nyisd ki, tudod a kódomat, nyisd ki, nem lájkoltam ki. Semmit. Ő rakta föl, hogy mondtad a múltkor, idővonalára, vagy az én idővonalam, nem, azt sem tudom, hova rakja föl, és nem lájkoltam semmit. Na, mert előre tudom, hogy baj lesz, ha valamit lájkolok. Csak egyszerűen mindig ilyen vagy, és... Milyen vagyok? Én vagyok valamilyen? Múltkor egy receptet lájkoltam, abban is baj volt. Igen, most nem akarok minden hétköznapi pillanatra kitérni, hogy amikor állunk a pirosnál és a zebrán is. Én látom, hogy hogy nézel azokra a csajokra. Most ne, nem azért, de fú, Anna, én szerintem lehet, hogy lehet, elmegyek erre az osztálytalálkozóra, de lehet, hogy haza se jövök holnap. Ne haragudj, de nekem ebből most kezd elegem. Miért? Nem nézted volt meg? Három hét. Nem nézted meg? Mit nem néztem meg? Mit nem a néztem boltban, meg, amikor Anna? Voltunk a múltkor, nem neki akartam tolni a kocsit, hát be hova nézzek, fölfele nézzek? Hát nem, ne hülyeskedj velem. Megnézem, ki, megnézem, igen, bizony, működik bennem minden, megnézem, téged is megnézlek. Mit szeretnél? Hányszor nézelek meg egy héten? Jó, nem tudom, egyszerűen azt érzem, hogy légy szíves, maradj itthon és beszélgessünk. Nekem most ez nagyon... Ne, ugye ezt most tényleg nem. Nem, de én úgy érzem, hogy most tudnék őszintén... Olyan régen volt. Tehát tegnap nem tudtál, tegnap előtt nem tudtál, amikor nem, a Facebook profil, a Facebook valamit, profilomat nézegetted, mondani, akkor tudtál volna az... őszinte lenni? Akkor miért nem hívtál föl? Mit láttál a Facebook profilomon? Szeretem ezt a szót, kimondom nem még tudom, egyszer. Én azt érzem, hogy már így nem kívánsz, amióta Benike megszületett, és tudom, hogy felszedtem ezt a 10 kilót, és hogy én azt érzem, hogy már nem azt úgy hozott hozzám, kilót... és hogy mindenki máshoz meg igen. Ne haragudjon, lehet, hogy az én agyammal van valami baj, de tegnap, és előtte nem tegnap előtt kívántam meg azt a plusz 10 kilót, te arra nem emlékszel? Igen, ebben a hónapban először, igen, de hogy azóta nem... Negyedike van, Anna, negyedike van! De most tényleg számolgathatunk, meg írogok. Húzigathatjuk a strigulákat. Azt érzem, hogy már nem úgy de akkor annak már régen. Bocsánat, de most meghallgatlak. De emlékszel, hogy nézted rám, amikor elvittél korizni a második, hogy az a tűz? Tűz. Igen, és ez a vágy, és az, hogy így... Mennyi ideje te. Vagyunk együtt, Anna? De bennem megvan, hogy te... De most, ha ahogy te rám nézel, abban sok tüzet, vagy hát nem azt a fajta tüzet látom, amit a koripályán... Nekem te vagy a társam. Én vagyok, így van.
Igen, még ha nem is vagyunk összeházasodva. És nem csak a papíron. Hétköznapi társam, a bevásárlás társam, ahol vigyük az óviba a gyereket társam, hanem, hogy te vagy az esküszöm. A férfi, akivel én lenni akarok. Elkések a 20. érettségi találkozóról elkések. De én nem nézek másra, elmegyek veled. Jó? Várjál, kicsit igazítom. Hogy szégyelsz, vagy mi? Nem akarod, hogy elmegy? Ja, hogy te már eleve így is öltöztél. Nem így öltöztem, értem. De én akkor elmegyek. Mert én de szeretném Anna, most látni, egyik osztálytalálkozóra se viszi látni, a párját, hogy senki, ne haragudj. Tudom, hogy nálatok szoktam menni, de az, tudod, hogy voltam háromszor voltam osztálytalálkozón 20 év alatt. Egyszer se vitte senki a párját. Egyébként mostanában nem. Későn jársz haza, azt is észrevettem. Igen, nem, ugyanakkor jövök haza, csak tél van és sötétedik korábban. Tehát, nem, meg van az... Nem tudom, nekem egyszerűen olyan rossz érzésem van, és... Az lehet, de ahhoz nekem mi közöm van, hogy neked rossz érzésed van, én hazajövök időbe, oda megyek, találkozunk, negyedike van, most találkoztunk először ebben a hónapban, úgy! Egyébként van 3 gyerekünk, tehát mondjuk olyan nehéz, viszonylag nehéz összehozni. Jó, de a Benike ott, nem tudom, én valami... Figyelj, na, Anna, akkor gyere, jó. Na, figyelj, ez figyelj, az. Menjünk el, akkor... Jó, mert kicsit már kezdtem úgy érezni, hogy szégyelsz a többiek előtt, vagy valami. Mindjárt fölhívok valakit, hogy... De nem, nyugodtan, semmi baj nincsen. Konyhát legalább addig rakd össze, légy szíves, akkor, hogyha már így hagyjuk itt. Gyerekekkel mi lesz tényleg? Mi van? Gyerekekkel? Új kabát, igen, bajod. Áthívjam anyámat? Hát, vagy elindulhatunk ketten, de van egy 3 hónapos gyerekünk is, tehát nem akkor tudom, nézzél már be hozzá gyorsan, jó? Megyek. Várjál. Ezt nem hiszem, de aztán tényleg komolyan figyelj, erről beszélgetünk. Figyelj, jól nézek ki szerintem? Hát így jól nézek nem ki. Nem nagy a seggem? De, nagy. De én úgy szeretem, hogy majd seggem. Persze, duma. Na, jövök. Nem kell a duma. Sanyika. Várjál, hívnak. Vedd föl, Léci. Szia, Szandra. Ja, igen. Én vagyok a felesége, tudod. Ja. Nem? Mindenki Covid? Komolyan mindenki Covid? Ja, ugye elmarad, nagyon sajnáljuk, nagyon szerettünk, vagyis nem én nem mentem volna, csak hogy nagyon szeretett volna Robi menni. Ja, jó, akkor majd máskor. Ja, jövőre, jól van, oké, minden jó, szia, hello. Na, mehetünk? Így neked honnan van meg a Szandra száma? Tessék. Megvan a telefonszáma? Na, akkor most üljél le szépen. Jó, ülj le, most! Ülj le! Kérlek szépen, üljél le! Vagy állva is megmondhatod, hogy mióta tart. Lehet, hogy nekem kéne kiabálnom, de leülnöm. Mióta tart. Nyisd ki a telefonomat, nyisd ki. Nem érdekel, innentől kezdve nem érdekel. Nem tudom ki, mert arcfelismerő, mióta tart. Apám is ki tudta vele nyitni, hát olyan arcfelismerő, tessék, itt van a kód, ki van nyitva, tessék, itt van, nyisd meg. Ott van benne az osztálynévsor, nyisd ki, mindegyik meg benne van a telefonszáma. Igen, és ott van Szandra. Szandra, benne van, igen. Úgy van. Tóth Szandra. Utána, tudod ki jön? Tüske Edina. Így van, de nézd végig. Igen. Érzek valamit. Nem érdekel. Bármit mondhatsz. Azt az utca, amit akarsz, nem érdekel. Bemegyek a gyerekekhez. Jó, meg kell nyugodnom. Szia! Köszönjük szépen, és Isten hozott benneteket is a beszélgetésben. Hogyha elemeznünk én az előbbi jelenetet, akkor milyen játszmakellékek voltak benne? Uh-huh. Hát a legfontosabb üzenete ennek a jelenetnek is számomra, hogy az a jó a féltékenységben, hogy nem kell hozzá Szandra, tehát hogy bármi nélkül működik, és gyönyörűen végig ment egyébként a repertoár, a gyanakvástól, a nem tudsz jól válaszolni, tehát hogyha elmehetek veled, az a baj, ha nem mehetek, akkor az a baj, a keresztkérdezősködésig, és hogy igazából azt gondolom, hogy úgy válik mindez játszmává, hogy a harag kimutatásáig, tehát hogy most így nagyon dühös vagyok azonnal, vagy a sarokba szorításig, úgy válik mindez játszmává, hogy... Amikor féltékenyek vagyunk, akkor azt gondolom, hogy az egy belső elbizonytalanodás és megnyugtatásra vágyunk. Hogy így a másik oda jöjjön, megöleljen és biztosítson arról, hogy így értékes és vonzó vagyok neki. Azonban úgy lesz ebből játszom, hogy amit művelünk, azzal szinte bebiztosítjuk, hogy sok minden történhet, de az, amire igazából szükségünk van, tehát hogy a másik
kifejezhesse a rajongását és szeretetét, na az tuti nem. Így válik önfenntartóvá, hogy elkezdem a másikat piszkálni, akkor ugye egyre gorombább lesz, vagy csalódottabb, vagy amit újra rábizonyítatok, hogy na, megint nézettetele, biztos éppen a Szandráról ábrándozol. Akkor hogy lehet leállítani egy ilyen játszmát? Melyik fél tudja leállítani, mint a kettő le tudná? Azt hiszem, hogy leginkább együtt lehetséges, és a játszmákat leállítani egyébként úgy lehet, ha el se kezdjük. Legközelebb el se kezdjük. Tehát, hogy a párterápiában egyébként úgy szoktuk, hogy ha ez így felfejtődik, akkor segítünk a párnak abban, hogy amikor úgy észlelik, hogy elindulna a játszma, akkor így szólnak egymásnak, hogy hello, nem indulunk el, vagy hogy állj, stop, stb. Tehát, hogy ne kezdjünk bele. Azt hiszem, hogy mind a két fél segítségre szorul, aki féltékeny, ő feltétlenül, mert hogy tele van bizonytalansággal, aggodalommal. Aki reféltékenyek, ő meg egyre inkább sarokba szorítva érzi magát. És hogy ő meg így szorul segítségre vagy támogatásra. Meg persze olyan játszma is van, amikor azért rá lehet játszani a féltékenységre. Tehát, hogy hazánkban van azért annak egy elég komoly hagyománya, hogy a apák továbbadják a fiaiknak küldetésként, hogy édesfiam, nősülj meg, miért legyen neked jobb, mint nekem. Majd rájössz, hogy a házasság börtön. És ezt így hallgatjuk, fiúként beteljesítjük, akkor eleve választunk egy börtönőrt. Szóval egy olyan nőt, aki így szereti csörgetni a kulcsomóját. De nem csak választunk egy ilyet, akinek eleve jó készségei vannak, hanem persze adunk neki felületet. Tehát ne unatkozzon már szegény asszony, ne kelljen neki megdolgozni, hogy keresgélnie kelljen a Szandit, hanem tényleg adunk felületet. Parfüm, új kabát, szépen, két gatya egy igazi férfinek bőven elég. Abból a szebbiket veszem, hallod, megyek a momkultba, cipőmet is kisuvickolom, ne szóljanak meg, hogy így jön ide a csávó. Tehát, hogy adunk felületet, hogy a kulcsot kedvelve csörgető hölgynek így legyen lehetősége ellenőrizgetni. És hogy aztán így 30 évet így leélünk, és mondhassuk, hogy se édesapám igazad volt. Szóval, hogy az önigazolásért megdolgozunk. De azt hiszem, hogy ez nagyon nagy ár. Hogyan azonosíthatjuk be mi magunk, hogy ez igazi féltékenység, és talán alaptalan is? Ha igazi a féltékenység, akkor meg vagyunk győződve róla, hogy nem alaptalan. Tehát, hogy ez egy ilyen, tényleg egy ilyen marcangoló érzés a féltékenység, és szinte megnyugtathatatlanok vagyunk, és a igazi féltékenység teljesen ellenáll a racionális érvelésnek, ami azért izgalmas, mert a játszmákban pont azt várjuk a másiktól, hogy gyere, győzz meg, de tehát hiába nem tudsz jót mondani, nem tudsz meggyőzni, mert hogy ez egy ilyen igazi mélyzsigeri félelem, elbizonytalanodás. Az egyik, hogy nem vagyok elég vonzó, hogy megtartsalak, a másik, hogy elveszíthetlek. De ezt biztos, hogy nem fogom kimondani, azt könnyebb kimondani, hogy te semmire kellő pernahajder, nézegeted a nőket, meg mit tudom én még, miket művelsz. És a párnak az egy jó stratégia, ha beazonosítja és megnevezi a féltékenységet? Ha rálát, igen, hogy hú, ez az, amit már ismerünk, és választhatunk a szokásos lefutás helyett egy másikat, az feltétlenül. Arra szoktam egyébként bíztatni terápiában azokat a párokat, akik ilyen féltékenységi krízissel jönnek, hogy amikor így észlelik magukon ennek a jeleit, akkor tényleg álljanak meg, vegyenek három mély levegőt, öleljék meg egymást, és utána folytassák, ha tudják a szokásos játszmát. Nagyon gyakran egy ilyen bizalmas ölelés, az ki tud zökkenteni ebből, mert a testi érintés az egy nagyon instant átvivője a szeretetnek, a közösségnek, meg nagyon összehangolódunk nagyon hamar, hogyha testileg közel kerülünk egymáshoz, felöltözve is, tehát hogy nem kell ez ilyen
intimus ölelésnek lenni, és hogy nagyon hamar összehangolódunk, és utána nehezebbé válik, mikor kibontakozunk az ölelésből, ott folytatni, hogy ki ez a Szandi, és mit akarsz tőle? Vagy hát persze vannak hardcore versenyzők, akik ezután is képesek rá. Hadd kérdezzelek akkor most már titeket is egy kicsit. A féltékenységnek a három skálájából melyik az, amelyik titeket a legjobban megérintett, vagy a legjobban betalált? Kezdjem? Kezdjük, persze. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert lehet, hogy ügyes vagyok, vagy jól alakultak a dolgok, de hogy igazából ma már egyikkel sem küzdök. De nem tagadom, tinédzserkorban akár a párkapcsolati féltékenységgel is találkoztam, vagy amit Dániel említett, a jobb csukád van, szebb a biciklije, nekem nincs olyan versenybringám. Irigykedtem, ma már ezeket úgy levetkőztem, ezeket a dolgokat. A munkahelyi féltékenység, meg ami az első jelenetben volt, a bálintos, az meg valahogy nem, lehet, hogy alkati szerencsésség, de hogy nem nagyon zavart soha. Pedig a színészek között azt mondják, az a rossz híre van ennek a szakmának, hogy elég gyakori a szakmai féltékenység. Erről mit gondoltak, hogy miért? Teljesen. Köszönöm. Az elsőt kellett volna bevállalni. Szerintem ez részint egy sztereotípia, vagy egy ilyen, nem tudom egyébként, hogy más munkahelyeken ez hogy van, nyilván ott is van. Is de azért van egy ilyen, igen, hogy a színészek, mint exhibicionista lények, tényleg mindig az van, hogy mi mindenben én akarok lenni, és egyébként egy ebben nem így féltékenység nincs, illetve azt tapasztaltam így a pályám során, hogy akkor volt, amikor volt olyan évadom mondjuk, amikor így nagyon rosszul éreztem magam, és azt éreztem, hogy nem vagyok egyáltalán kielégítve olyan szerepekkel, és hogy egyáltalán nem kapok most éppen olyan egyet se, amiben, mert egy színésznek én azért azt tapasztalom, hogy ha úgy van egy-egy olyan, amit tényleg, amit nem lehet mindig előre tudni, ami egy olyan fontos állomás, akár színészileg, akár emberileg, vagy ahol ő tart a pályán, akkor én úgy vagyok, hogy akkor megcsinálom a következő három olyat, ami nem. De amikor volt egy olyan időszak az életemben, nem volt olyan hosszú, hogy akkor így nagyon nem éreztem jól magam, meg nem éreztem úgy, hogy valódi feladatokat kapok, akkor mindenkit meg tudtam volna folytani egy kanálvízbe a végére. Tehát, hogy az elején még úgy, jó, és akkor éreztem, és általában azt tapasztalom magamon, így a féltékenység nem igazán jellemző rám, de mindenbe találtam egy picikét, ha így őszinte akarok lenni. Tehát, hogy egyszer voltam életemben féltékeny férfinő viszonylatban, és akkor igazam is volt. Szóval egy megérzése. Egyszer volt egy ilyen megérzésem, és amint éreztem, hogy féltékeny vagyok, akkor éreztem, hogy itt valami nem stimmel, és ki is derült. Kitörölte a hívás listáját. Szóval, milyen hogy... diadalán meséled ezt el? Tessék? Hát mert nekem az egy megigazolás volt arra, hogy a női megérzések, ez lehet, hogy megint sztereotípia, hogy az intuíció, mint női dolog, de hogy nem véletlenül, mert amúgy én nem vagyok egyáltalán ilyen típus, vagy, és soha nem is értettem, és nem is tudom komolyan venni annyira. De hogy nézted meg a hívás listáját? Zuhanyzott. Nem, azért, mert éreztem, hogy valami nem stimmel, és akkor utána én szakítottam saját magammal, viszont nagyon tisztességesen. Mert ő nem volt rá hajlandó, de én mondtam, hogy innentől akkor hello. De most ez lényegtelen is, de egyébként nekem a barátság, itt a jelenetről picit beszélgettünk előtte a Robival, és a barátságosnál ő mondta, hogy szerinte ez kifejezetten ilyen kamasz dolog, hogy egy barátomra féltékeny vagyok, és nekem volt már olyan helyzet az életemben, amikor tényleg elhanyagolt egy barátom, amikor neki párkapcsolata lett, de én nem vártam ilyen szélsőséges dolgokat, és nem is jeleztem ezt akkor, csak később aztán ezt megbeszéltük, mert nekem mondjuk tényleg a barátság egy ilyen fontos dolog, és én nagyon figyelek arra, hogy akkor sem, tehát hogy ha én boldog vagyok, akkor is próbálok a barátaimra nagyon odafigyelni. De visszatérve, utolsó mondat, és ne haragudj, csak így a szakmai féltékenységre, hogy most a legújabban, meg én átszerződtem egy másik színházhoz,
és voltak, akiknek örültek, és voltak, akik nem. Szóval, hogy azért úgy éreztem pontosan, hogy na ő az, aki el akarta játszani ezeket a szerepeket, meg ő, és hogy ezt így át kell valahogy törni. Szóval, hogy azért szerintem van ilyen, amit így mondanak a színészekről, de én összességében az egészen kapcsolatban magamon azt tapasztalom, hogyha én jól vagyok magammal, akkor nem látok, akkor nincsenek ezek a problémák, és hogy akkor jönnek, hogyha én nem vagyok, tehát hogy mondjuk ez is, ez a szakmai versengés, és ha én nem vagyok jól, akkor zavar mások sikere, mondjuk. Csak az jut eszembe, hogy még ezt a féltékenységet lehet, hogy egy hivatalban könnyű lerendezni, vagy el lehet rejteni, vagy palástolni lehet. Azért kint a színpadon, amikor mondjuk a partnerek között van egy ilyen rendezetlen viszony, az gyilkos lehet. Igen, és azért van, tehát az viszont van, és ez én is hamarosan odaérek, de az öregedő színésznő gyilkos féltékenység a fiatal, vagy ilyen, hogy te azt láttam sokat. Szóval, hogy igen, azt tapasztaltam, hogy amikor zavarja, hogy a táncos lány csinosabb, és ő már olyan szerepet játszik, amit már nem kéne neki, de ráosztották, és ezért oda a fodrászon vezeti le, és odavágja a putrészt. Ami erről én így azt hittem, hogy ez csak így filmekben van, ilyen eltúlzottan, azt így láttam már saját szememmel, és erre nagyon készítem magamat, de mivel én amúgy egy karakter színész vagyok, így ezért legalább ezzel nyugtatom magam, hogy nekem ez nem lesz olyan nehéz, mint mondjuk egy naívának, aki abból él sokáig, hogy milyen gyönyörű, meg nem tudom. Úgyhogy, de azért én nekem ezek mindig ilyen intő példák, hogy csak így ne, és aztán nyilván ellenpéldát is látok nagyon sokat, de hogy igen. Robi az öregetésről, vagy a színészi, bármi? Én már kifelé megyek, én már csak zárom. Jön a következő jelenet. Igen, ezek csatlakozni tudok Annához, hogy ezeket magam is láttam, de szerintem a legfontosabb az egészből az akár a színházi, akár bár az élet bármely más területén szerintem az az, amit szerintem a Dániel is említett, hogy ha te rendben vagy magaddal, akkor sokkal, nem azt mondom, hogy nincs és eltűnik, de talán sokkal kevésbé fókuszálsz rá egy-egy ilyen dologra. És ezek mindig akkor indulnak be a színházba is, meg az irodában is, meg a bankban is, hogyha valami nincs belül rendben, szerintem. Felvetettetek egy témát ebben a jelenetben, amit te említettél, Robi, hogy nem működik ez a férfi-nő vagy fiú-lány barátság. Ebben a viszonylatban tényleg nehezebb a barátok közti féltékenységet kizárni? Mit gondoltok erről, akár Dániel, te vagy ti? Én ezt nem arszpolitikaként fogalmaztam meg, Marton Robi, hallottam már ilyet, hogy én megmondom őszintén, én nem tudom, én hiszek az egyik irányzatban is, meg a másikra is láttam példát, tehát valahol biztos itt is, mint minden máshol, a kettő között lehet az igazság, de vannak kifejezetten, vagy vannak olyan ismerősök, akik kifejezetten hisznek abban, hogy férfi és nő között intenzív, igazi, mint két férfi vagy két nő közötti barátság nem létezik, de a szakember szerintem erről jobban tud beszélni, mert én nem tudom az igazságot. Nem ennek vagy a szakember. Jaj, azt én sem. Igazság. De hát mifelénk úgy mondják, hogy férfi és nő között lehet barátság utána. Tehát amikor már nem fenyeget az, hogy így valamelyikünk egyszer csak akar kapcsolatot, mert ezen már túl vagyunk. Tehát, hogy így volt egy akár egy ilyen rövid célorientált, vagy tényleg egy ilyen szerelmi viszony, és akkor utána tök jó kapcsolatban lehet maradni. Igen. Hát akkor most nem megnyugtató zárással engedjük azokat haza, akinek a párja esetleg egy ellenkező nemű baráttal rendelkezik. Úgyhogy nem tudom, hogy tudunk-e valami megnyugtatót mondani, vagy pedig elbúcsúzzunk. Nekem van. Cíkorátom, és nem vagyunk utána, és előttem tök jól ettem. Működik. Nem, szerintem előtte sem. De én megértem a fenntartásokat ezzel kapcsolatban, de én hiszek benne, hogy van. Egyébként csak személyre lehetünk féltékenyek? Vég kutyára. Végtelen hobbira, végtelen lehetőségek vannak, igen. Tehát a nem velem töltött idő bármihez is kötődik, már megint horgászol, lógatod a kukacodat, pedig ez engem is érdekelne. Tehát, hogy így, vagy miért nem jössz haza már megint este, stb. Tehát, hogy időre, figyelemre,
mindenfélére lehetünk. Itt fölmerült ugye, hogy anyagi javakra, vagy tárgyakra, vagy státuszszimbólumokra, vagy pozícióra nagyon lehet. Tehát, hogy a ő névjegykártyáján hosszabb a leírás. Erre nagyon, fú, bár manapság már nem divat névjegykártyát csinálni, csak ilyen QR kódos, nem tudom mit, avít, de hogy szóval hogy nem csak személyre persze, szinte bármire, amit így, nem tudom én, a te vizes palackod, az Gusztáv, mert ennyi már össze van. Ihasz belőle. Nagyon szépen köszönöm a mai estét nektek. Köszönöm, hogy eljöttek, és nagyon szép további estét kívánok. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra! Köszönjük.